Joe Biden amerikai elnök az idei Nobel-békedíjasok méltatása során kijelentette, hogy az Egyesült Államok készen áll a tárgyalásokra Oroszországgal, Kínával és Észak-Koreával a nukleáris fegyverek csökkentése érdekében, számolt be a Evropejska Pravda. A 2024-es Nobel-békedíjat Nihon Hidankyo, a nukleáris bombázások áldozataival foglalkozó japán szervezet kapta az atomfegyvermentes világ megteremtésére tett erőfeszítéseért, valamint azért, mert bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy az atomfegyverek soha többé nem használhatók. Biden megjegyezte, hogy tovább kell haladni addig a napig, amikor végre és örökre megszabadíthatjuk a világot az atomfegyverektől. Ezért elmondása szerint az Egyesült Államok kész előfeltételek nélkül tárgyalni Oroszországgal, Kínával és Észak-Koreával a nukleáris fegyverek csökkentéséről. Sem országaink, sem a világ nem profitálnak abból, ha akadályozzák a nukleáris arzenál csökkentésében való előrehaladást. A nukleáris veszély csökkentése nem a modern világ veszélyei ellenére fontos, hanem éppen ezek miatt. Ezek a nukleáris kockázatok aláássák azokat a normákat és megállapodásokat, amelyeken közösen dolgoztunk, és ellentétesek a mai Nobel-díjasok létfontosságú munkájával, hangsúlyozta az amerikai elnök. Oroszország nem fogja tudni megfélemlíteni a NATO-t, a szervezet folytatja a meghatározó támogatás nyújtását Ukrajnának, mondta Mark Rutte a szövetség főtitkára a Reutersnek és a Hessische Rundfunknak adott interjújában. Az üzenetünk az, hogy továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy Putyin ne érje el célját és hogy Ukrajna győzzön, mondta Rutte. Bejelentését a németországi Wiesbadeni American Clay Barracks légibázison tett látogatása során tette, ahol az új NATO biztonsági segítségnyújtás és képzés Ukrajnának nevű missziójának főhadiszállása található. Célja a nyugati katonai segítség koordinálása és biztosítási kötvény arra az esetre, ha Donald Trump nyerni az amerikai elnök választást. A látogatás során a főtitkár arra is emlékeztetett, hogy a NATO egy védelmi szövetség. Nem vagyunk érdekeltek abban, hogy a NATO területén kívüli országok valamelyik részét elfoglaljuk. Demokratikus szövetségként, a világtörténelem legerősebb katonai szövetségeként, amely 1 milliárd embert szolgál ki, készen állunk arra, hogy szembenézzünk mindenfajta fenyegetéssel. Soha nem fogunk megijedni ellenfeleinktől, szögezte le Mark Rutte. Hollandia összesen 10,4 milliárd eurót különített el Ukrajna katonai támogatására, ebből csak nem 4 milliárd eurót használtak fel, és több mint 6 milliárd euró maradt, jelentette be Ruben Brekelmans, Hollandia védelmi minisztere. Egyben cáfolta azokat a híreket is, amelyek szerint az Ukrajnának nyújtott segélyek megszűnnének. Brekelmann hozzátette, hogy a pénz más támogatási formákra is rendelkezésre áll, például energetikai infrastruktúrára. Az összeg évente változik, ez nem meglepő. Számviteli szempontból egyes szerződések vagy szállítások egy-egy évre szólnak, írta a holland védelmi miniszter, és biztosított arról, hogy a segélyt a lehető leghamarabb kézbesítik. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ukránok nem csak szabadságukért és biztonságukért, hanem Európa szabadságáért is küzdenek. Az Ukrajna elleni orosz agresszió következtében nőtt az emberi jogok megsértését jelentő esetek száma más országokban is. A támadás ösztönzőleg hatott azokra, akik nem tartják tiszteletben mások jogait, jelentette ki Peter Pavel cseh köztársasági elnök hétfőn Prágában. Peter Pavel szerint a globális erőknek, elsősorban Kínának ki kellene használni a nemzetközi helyzetét a béke és a nemzetközi együttműködés megerősítésére. A cseh elnök azt mondta, számára nem meglepetés, hogy Észak-Korea, Irán, Nigéria vagy Venezuela Oroszország legközelebbi partnereinek számítanak. Ezen országok némelyikének az Ukrajna elleni orosz támadás ösztönzést jelentett. Ezeket az államokat felelősség terheli azért, hogy csökkent a nemzetközi biztonság szintje, vélte Peter Pavel. Az autoriter rendszereket jelenleg az is közelebb hozza egymáshoz, hogy mindegyiküknek érdeke a közös szabályokon alapuló nemzetközi rend aláásása, az ellenzék és a polgári társadalom elnyomása, mutatott rá a cseh államfő.
Amerikai tisztviselők nyomást gyakorolnak Volodymyr Zelenszky elnökre, hogy rendelje el 18 éves kortól a mozgósítást, közölte kedden Szerhij Leszchenko, az elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója a Telegram csatornáján, számolt be az rbc.hu hírportál. A jelentés szerint a tanácsadó úgy fogalmazott, mivel ez az információ napvilágra került, megerősíthetem, mindkét párt amerikai politikusai nyomást gyakorolnak Zelenszky elnökre abban a kérdésben, hogy miért nem mozgósítják a 18 és 20 25 év közötti fiatalokat Ukrajnában. Szerinte az amerikai tisztviselők azzal érvelnek, hogy az Egyesült Államokban 19 éves koruktól hívták be a férfiakat a vietnámi háborúba. Az amerikaiak utalnak arra, hogy csak a nyugati fegyverek nem elegendőek, ezért szükséges a 18 éves kortól történő mozgósítás. Zelenszky elnök nem enged és továbbra is győzködi mindkét párt politikusait, hogy adjanak fegyvert a mozgósítási korhatár megváltoztatása nélkül, tette hozzá Szerhij Leszchenko. Ukrajna majdnem befejezte a fűtési idény előkészületeit, hogy a tározókban és a raktárakban legyen elegendő gáz és szén a télre, jelentette be kedden Denis Mihály miniszterelnök a kormányülésen, számolt be az rbc.hu hírportál. A jelentés szerint a kormányfő elmondta, hogy Ukrajna a fűtési szezon küszöbén áll. A felkészülés elsődleges területe az infrastruktúra. A lakóépületek jelenleg több mint 99%-ban felkészültek. A télre előkészített iskolák, óvodák és kórházak aránya is megközelíti a 100%-ot. Több mint 18 ezer kazánház és 4800 központi fűtési pont készen áll a hőszolgáltatásra, hangsúlyozta. Ahogy a miniszterelnök kijelentette, a második irány az erőforrások felhalmozása. Ennek megfelelően Ukrajna gáztárolóiban jelenleg 12,2 milliárd köbméter földgáz, a raktárakban pedig 3,1 millió tonna szén van. Ennyi elég ahhoz, hogy átvészeljük a telet. Jelenleg mind a 9 Ukrajna által ellenőrzött atomerőművi blokk működik, biztosított Denis Mihály. Oroszország a közeljövőben folytathatja az ukrán energiaszektor elleni összpontosított támadásokat, valószínűleg a fűtési idén kezdetével, jelentette ki kedden Alekszandr Litvinenko, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára az Energia az Iparban 2024 elnevezésű kiállítás megnyitóján, számolt be az rbc.hu hírportál. A jelentés szerint a tisztviselő elmondta, az ellenséggel vívott teljes körű háború során az ukrán energiaipar bizonyította, hogy képes innovatív megoldásokat megvalósítani, ezért az ellenségnek az ukrán gazdaság lerombolására irányuló tervei nem érték el céljukat, mutatott rá Alekszandr Litvinenko. Az Egészségügyi és Szociális Szakértői Bizottságok munkájának reformját javasolja az Egészségügyi Minisztérium. Az Interfax Ukrajna jelentése szerint ezt az Egészségügyi Minisztérium törvénytervezete tartalmazza. A dokumentum előírja, hogy működésük értékelését a klaszterben és a klaszteren felüli egészségügyi intézményekben kialakított megfelelő szakértői bizottságok végzik. Funkcióik listája az alábbiakat tartalmazza: fogyatékkal élők csoportbeli besorolásának meghatározása, a beteg beutalója további vizsgálatra, ismételt vizsgálat tervezése és lebonyolítása. A törvénytervezet előírja továbbá, hogy az átmeneti keresőképtelenségről szóló orvosi véleményt a munkaképesség elvesztéséhez vezető állapot teljes időtartamára kell meghatározni. Meg kell jegyezni, hogy a törvénytervezet Ukrajna 27 törvényét és kódexét módosítja. Kiemelt figyelmet fordít az Egészségügyi és Szociális Szakértői Bizottságok digitalizálására. Kötelező az elektronikus egészségügyi rendszer igénybevétele a döntéshozatal során, amivel biztosítják a korrupció ellenességet, állítja a tárca. Питання кібербезпеки, інформаційних технологій, розвитку штучного інтелекту. Két napos nemzetközi tudományos és szakmai konferenciának adott otthont a Beregszászi Főiskola, amelynek címe Kiberbiztonság a határokon átnyúló együttműködésben. A rendezvény célja az aktuális kérdések megvitatása, tapasztalatcsere a kutatók és a gyakorlati szakemberek között, valamint a kiberbiztonság nemzetközi szintű javítására vonatkozó ajánlások kidolgozása. Mi
Úgy gondoljuk, hogy ez a téma rendkívül fontos, különösen a fiatalok számára, akik folyamatosan használják a különféle technikai eszközöket, a mesterséges intelligenciát, és főként online formában kommunikálnak egymással. Ez a konferencia tudományos, de gyakorlati része is van. Az első részben a kutatók beszámolnak az eredményekről, a második napon pedig a gyakorlati rész következik, ami két egységből áll. Az egyik a hazafias nevelés és a kiberbiztonság, a másik pedig a tömegtájékoztatási eszközök veszélyei a kiberbiztonság terén. A konferenciát a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szervezte. Társszervezőként jelen van az Ungvári Nemzeti Egyetem, valamint a Nemzeti Légi Egyetem, ahol IT szakértőket is képeznek. Továbbá az IT Step University, amely Lembergben található és kiberbiztonsági képzéseket tart. Mivel a témánk a kiberbiztonság a határokon átnyúló együttműködés dimenziójára vonatkozik, ezért a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása is társszervezője a konferenciának. Ami a külföldi partnereinket illeti, itt elmondható, hogy Szlovákia, Románia, Lengyelország és Nagy-Britannia vesz részt a konferencián. Ez a téma ma rendkívül aktuális, ugyanis sok kibertámadást és fenyegetést észlelünk, és nem csak a fronthoz közeli régiókban, hanem itt nálunk is. Ezért fontos, hogy meg tudjuk védeni magunkat és a diákjainkat, és kellő felvilágosítást biztosítsunk a számukra. Nem szabad megfeledkeznünk az idősebb generációról sem, hiszen amint az egyik előadáson is hallhattuk, az idősebbek is szeretnék használni a modern eszközöket, ezért fontos, hogy őket is kellőképpen tájékoztassuk a helyes használatukról, fogalmazott már Anna Marusinec. Як правильно з ними користуватися? A napokban együttműködési megállapodást kötött a Beregszászi járási tanács és a Hargita megyei tanács. A szerződés aláírását, valamint a térség polgármestereivel való egyeztetéseket megelőzően a székelyföldi delegáció egy könyvadománycsomagot adott át a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola számára. A megállapodásban kiemelt hangsúlyt fektetnek a kulturális együttműködésre, ami magába foglalja a művelődési és hagyományőrző intézmények támogatását is. Nagyon szépen köszönjük Borbély Csaba úrnak a támogatást, a szakirodalmat, a szemléltetőket, melyet nagyon fontosnak tart a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola, hiszen fontos számunkra, hogy oktatóink legjobb tudások szerint tanítsák gyermekeinket. Örülünk annak, hogy célunk is közös, hiszen a magyar népi hagyományok ápolása, magyar identitásunk megőrzése ezáltal, a népi kultúra terjesztése Kárpátalján, ez a fő célunk. Ezért bízunk abban, hogy a jövőben is sikeres lesz az együttműködésünk, és nagyon szépen köszönjük a támogatást. Fontosnak tartjuk az együttműködést, aminek része a kölcsönös támogatás is, emelte ki Borbély Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke. Hát a háború ez most egy kicsit átvágta a szándékainkat, de ez nem állíthat meg abban, hogy ott, ahol lehet, a háborús körülmények között is, amíg a háború van, együttműködésben gondolkodjunk. Itt a Tulipán intézmény, ami itt van Kárpátalján, annak azzal való együttműködést, azt már az előbb az igazgatóasszonnyal megbeszéltük, illetve beszéltünk itt a polgármesterekkel szakmai tapasztalatcserékről, együttműködésekről. Most már különböző ágazatonként fogunk online egyeztetni, és amikor tényleg tudjuk a konkrét szándékot, a konkrét elvárásokat, akkor azokat most már a ma aláírt testvérmegyei szerződés alapján, amennyiben áll rendelkezésünkre állnak otthon források, akkor azokat tudjuk biztosítani. Úgyhogy most be fog indulni egy nagy üzem, ami azt jelenti, hogy legalább havonta egyszer fogunk egyeztetni online térben, és akkor attól, annak a függvényében legyen szó iskoláról, főiskoláról, egyházról, civil szervezetről, kulturális tevékenységről, bármilyen más tevékenységről, akár azt is beszéltük, hogy a cserekereskedelem szempontjából lássuk, hogy mi van olyan nekünk, ami itt eladható, mi van itt olyan, ami nálunk eladható. Tehát nagyon széles spektrumban tudunk gondolkozni, illetve itt az előbb már egy konkrétumban meg is egyeztünk, hiszen a kárpátaljai borok azok közkedveltek nálunk, és tehát mi nem vagyunk egy bortermelő megye, úgyhogy egyértelmű, hogy például a borok tekintetében, hogy az itteni borászok bemutatkozzanak a rendezvényeinken, azt lehetővé fogjuk tenni, és bízom benne, hogy nagyon sok Hargita megyei ember jó minőségi kárpátaljai bort is meg fogja kóstolni. Tehát ilyen gyakorlatias tevékenységekben látjuk ennek az együttműködésnek a széles tárát, és én bízom benne, hogy ez mindannyiunkat meg fog erősíteni. Szabolcs megye, illetve Szatmár megyével lesznek, vagy vannak a direkt közvetlen pályázók?
A mai találkozóra meghívtam a kistérség vezetőjét, és elnök úrnak minden kistérség bemutatkozott, elmondták a problémáit, azokat a lehetőségeket, amivel tudunk együttműködni, és én úgy gondolom, hogy ez az együttműködés sikeres lesz. Több szférába gondolkodunk, ugye először arról volt szó, hogy ilyen kulturális kapcsolatokat, humanitárius dolgokat próbáljon gondolkodni tanügybe, de itt ugye felmerültek bizonyos problémák, más problémák is, ami szerintem nagyon-nagyon fontos kérdés, mégpedig az európai pályázatokba való gondolkodás, ami segítene úgy a Hargita megyének, mint a Beregszászi járásnak. Kaptunk több ígéretet, tehát itt szó van arról, hogy akkor segítenek bizonyos intézményeknek. Ma is megtörtént, hogy hoztak egy klassz kis csomagot a Tulipán tanodának. Tehát itt ugye gyerekek neveléséről van szó, identitás megőrzésről, de szó van arról is, hogy a tanárokkal majd kiépítünk egy kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy a mi tanáraink mennének oda tapasztalatcserére, ők ide. Én úgy gondolom, hogy sikeres lesz ez a munka. A megbeszéléseken elhangzott, hogy olyan tanulmányutakat is kívánnak tartani a közeljövőben, ahol a kárpátaljai oktatók Székelyföldön, míg a hargitaiak Beregszász környékén szerezhetnek majd tapasztalatokat.